A nagybirtokok helyett a kisbirtokokat részesíti előnyben az új vidékfejlesztési program, amelyre 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt hangzott el a tájékoztatón. 2014 és 20 között a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti beruházások a többi uniós tagállamhoz képest itthon kiemelkedően magas, 40%-ban részesednek a programból. Az agráriumban a munkaigényes ágazatok, állattenyésztés, kertészet és az élelmiszerfeldolgozás szintén preferált terület lesz. A vidéki foglalkoztatás növelése, új munkahelyek létrehozása és a jelenlegiek megtartása áll a vidékfejlesztési program középpontjában. Brüsszel is támogatja azt, hogy a vidékfejlesztési programmal kapcsolatosan az egyik nagyüzemi támogatás helyett a kis és közepes vállalkozások, illetve a családi gazdaságok kapják a jelentős mértékű támogatást. Itt a program forrás kerete az ugyebár 2014 és 20 közötti időszakban a 7 évben az 1300 milliárd forint, és sikerült azt elérnünk, hogy ennek a programnak a 80%-át a fentebb említett, vagy az előbb említett kis és közepes családi gazdaságokhoz tudjuk forrásként eljuttatni. A miniszterelnökség a pályázati felhívásokat előkészítette, az első pályázatok szeptembertől folyamatosan megjelennek. A kormány elfogadta a megyék és a megyei jogú városok által készített integrált területi programokat, mondta el a miniszteri biztos. A területi operatív programokat, azokat mi megalkottuk, és ahhoz, hogy a pályázati kiírásokat megkezdhetjük, ezért az integrált területi programoknak az elfogadása volt egy utolsó akadály. Ezek az integrált területi programokat a kormány elfogadta, jóvá hagyta, és az utolsó akadály is lebontódott azelől, hogy a pályázati kiírások megkezdődjenek, ezek már előkészületek formában vannak, és az ősz folyamán a konkrét pályázati kiírások meg fognak jelenni a megye települései, gazdasági fejlesztésben és minden egyébben, amiben a területi program megfogalmazódott. A területi operatív programok célterülete Magyarország Budapest és Pest megyén kívüli területe, 18 megye és 22 megyei jogú város. A megyék összesen 799 milliárd, a megyeszékhelyek 387 milliárd forintot használhatnak fel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 113,91 milliárd forint érkezik, ebből a megye 89,28, Nyíregyháza 24,63 milliárd forint uniós forráshoz jut. Az integrált területi programok elfogadása előfeltétele volt annak, hogy ősszel megjelenhessenek a végleges felhívások a támogatások lehívására.